a mindörökre ismeretlen végül is így lesz otthonos. Mint hervadás az őszi lombot, a pusztulás bebalzsamoz. Kihűlt ez a világ, senki földje, s mint tetejébe hajított, ócskavasak, holtan merednek reményeink, a csillagok. Tamásiban a deportálás 1944. július 4-én az Eötvös és Arany János utcák, valamint a Kossuth tér által határolt gettóból kezdődött. A település sokáig ellenállt az akkor már Európa szerte és hazánkban is százezrek halálát követő fasiszta eszméknek. 79 éve félmilliónál is több nőt, gyermeket és férfit küldtek haláltáborokba, vagy pusztítottak el másként a náci eszméket vallók, csak azért, mert az áldozatok legnagyobb része zsidó származású volt. Közülük közel 200-an Tamásiból indultak a biztos halálba. 184 zsidó polgárt Auschwitzba, és sajnos csak 32-en tértek vissza. Válogatás nélkül sajnos elvittek tanárokat, munkás embereket, édesanyákat, édesapákat. Sajnos a náci gépezet az nem kímélt senkit. A településen az egykori zsinagóga falán márványtábla emlékeztet mindenkit a borzalmakra. 2004 óta márványtábla emlékeztet a történelmi szörnyűségekre. Ez volt a zsinagógának a fala, és ide került ez az emléktábla. A náci vérengzés következtében elhunyt zsidó áldozatok számát a történészek 5-6 millió közöttire teszik, közülük minden tizedik magyar állampolgár volt.